A kémények időszakos ellenőrzése, a kéményseprésről szóló jogszabály 2016-os változása után továbbra is kötelező, úgy a lakossági, mint a vállalkozói szektor számára. A lakosságnak a katasztrófavédelem kéményseprői látják el ezt a feladatot térítésmentesen. A közületi szektornak viszont meghatározott időnként meg kell ezt rendelnie. Viszont van jelenleg sajnos egy olyan módosítási javaslat, amelyet mi bízunk benne, hogy nem fog érvényt kapni a Magyarország gyűlésben, amely a jövőben 2018. januárjától azt tenni lehetővé, és ez kimondottan a lakossági szektort, a családi házakat érinti, hogy már nem lenne kötelező jellegű a sormunka, tehát évente nem találkoznának rendszeresen a kéményseprővel, hanem mindenkinek a saját felelősségére lenne bízva az, hogy ő rendelje meg ezt a szolgáltatást. Mint elhangzott, az egyszerű polgár, akinek nem ez a szakmája, valószínűleg nem tudja jól felmérni, hogy egy-egy kéményt, gázkonvektort mikor kell ellenőrizni. Ugyanilyen veszélyes lehet a nyílt égésterű tüzelőeszközök esetén a túlzott szigetelés, és életet menthet a szabványos, pozitív minősítésű szénmonoxid mérőkészülék is, amit szintén nem mindegy, hogy hogyan és hová szereltetnek fel. A megyében jelenleg közel 60-an dolgoznak kéményseprőként, mindenképp érdemes hozzájuk fordulni a fűtési szezon indulása előtt.